Ha valaki ilyenkor veszi a fáradtságot, és este éjfél körül, de még inkább utána olyan helyet keres, ahol kevés a fényszennyezés, akkor nem csak ezeket a légkörbe lépő perzeid a meteorokat figyelheti meg, hanem az egész csillagos égboltot. 2017. június 6-ai döntésével a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség Csillagos Égbolt Parkán nyilvánította a Bükki Nemzeti Parkot, így hazánkban a Zselic és a Hortobágy mellett harmadikként egy új védett terület kapta meg ezt a rangos elismerést. Ha látunk egy meteort az égbolton, és teljesen nem ebben az irányban a meghosszabbított vonala nem abba az irányba esik, abból lehet tudni, hogy az nem perzeire volt. Ilyen éjszakai csillaglest többször is szerveztek már a Bükki Nemzeti Parkban. Ehhez megvan a megfelelő felszerelés is. A csoportok 90%-a kifejezetten kéri ezeket az éjszakai programokat. Ilyenkor szabad szemmel, majd távcsővel is megtekintik az érdekes égi objektumokat. Felhőmentes éjszaka a városok falvak fényeitől távol, akár 40-50 ezer csillagot is láthatunk. Ez a 40-50 ezer csillag, ez már nagyon-nagyon kevés helyről látszik a világban, Európában meg főként, ugye a a, a növekedésével. Viszont ha például mondjuk Egerből, akár a Dobótérről tekintünk föl, akkor nagyjából ilyen 15-20 csillagot tudunk megszámolni. És hogy mennyi van a Bükki Nemzeti Parkban, hány csillag, ahogy mondtam, hogy kb. 50-60 ezer, tehát egyértelműen érzékelhető ez a, ez a nagy számkülönbségből, hogy... Ezzel együtt nyilván a, a már egyébként városokból nem látható tejút, vagyis a saját galaxisunknak a látványát is élvezhetjük a Nemzeti Parkból. A perzaidákhoz hasonló sűrűségű meteorral decemberben találkozhatunk még. A geminidáknak köszönhetően december közepén akár óránként 80-120 hullócsillagot is megszámlálhatunk az égen.